Kidobott a csajod? Vágodj be nála! Discord.io/videórendelés. Jó szórakozást a videóhoz! Vizsgálat eredménye az, hogy 99,99% biztonsággal kijelenthető, hogy magyar György az alapja. Úristen! Hát kislányom! Ahogy hát nem is mondta, hogy terhes! Apa! Úristen! Hát ez teljesen iszre. Nem jutok szóhoz, Jézusom! Vissza kell lakni őket a laktába, találnak Úristen. Egy dinót, ami a palahoz. Biztos ez, Marka, biztos. Ha majdnem elvittem randizni. A pala, pala milyen falatán hullám? Pala vagy mely? Én pala. Pala. És ez akkor 99,9%? Igen, igen. Úristen, akkor jól láttam a fényképeken, annyira hasonló volt a fejforma, de ki volt satírozva az arca. Jézusom! Hallod, Émi, próbálj meg lemenni. Érted. Na, gyerünk, próbáld ki. Itt töltődnem. Na, gyerünk. Nem lesz semmi baj. Gyerünk, azaz, gyerünk! Ne tűnj! Ne tűnj meg! Mit tűnj meg? Ivi! Ivi! Tényleg érsek úr, de most halál komolyan. Tehát maga egy felnőtt meglett ember. Elhiszi, hogy egy szakállas bácsi, aki az égbe lakik, 6 nap alatt megteremti ezt a világot. Magával, meg velem együtt. De most nem halál komolyan. Egy szakállas bácsi, mert ugye Isten nemtelen, tehát... De nemtelen, hát már akkor 2023-as akkor az Isten is már, hogy nemtelen, tehát egyik hát nap ilyen, más nap igen, olyan. Igen. De azért megbaszta a Máriát, ugye? Van valami piros doboz. Azt ki ne vegyed, meghalsz! Micsoda? Ugye nem vetted ki? De finom volt. Fenyő. Igen. Fenyő, ha kivetted a mutyi mélemet, meghalsz. Az anyád úristen itt! Fenyő, az egyetlen mutyi mélemet megetted! Mikolaj vagyok. Szóval nagy ilyen alkarméretű faszod is van emelni? Hát nekem pont az volt a lényeg, hogy ezekben a filmekben, amiben szerepeltem, biztos láttatok olyan filmet, amikor nagyon kanos, gondoljatok bele, most őszintén nagyon kanos vagy, bármire kiverrét a brámért. Azt egyszer csak nagyon karos kis faszsal vagy? Előjön egy olyan videó, hogy ott van egy csávó, az mikropénisze van, az ütik verik a nők, és de amíg kiverrét rá van, mert jó van én. No hát én ebben voltam még. Mondjuk láttam ilyen videókat a múltkor az interneten, képzelj el, hogy ilyen tapaszokat tesznek a fejükre, azt így kihúzza a ráncokat ezeknek a sárpely fejű asszonyoknak át. Hű, mik vannak? Azt tiszta átbaszás. Nem lehet tudni, hogy akit hazavisz érsek úr, bár mondjuk maga, hogy mondjam. Hát én nem igazán, igen. Ja, hát maga csak ugye a kisgyerekekkel. Tehát azok meg nem ráncosak meg. Semmi és f***sz ki, mint egy majom ember. Na, még se ugri. Jézus! Úristen, mi? Jézus Mária! I believe in life. Hallod, baj van, bassza meg. Imi! Jó. Mi a helyzet, Fenyő? De vigye már egy picit arrába az úri ember. Mi a helyzet, Fenyő? Hát igazából úgy tudom, hogy a lezárt terület. Ja. Tűzparancs van érvény. Na, már. Ajaj, de én tankolni mondom, tankolni jöttem volna. Életbe bele. Ágy, mondjam már el! Tankolni akartam jönni, és a tüdös picsába bele. Kilőtted a kerekemet? Fogja meg! Na, nézze csak Blanka. Milyen szép család lennénk így hárman. Hát, kicsit fiatal. Hát mondjuk pont, hogy idős. Igen, fiatal vagyok. Nem, úgy értettem, hogy a Laura kicsit idős ahhoz, hogy a lányom legyen. Hát de jó, kiosztuk az intézetbe, azt mondjuk. Micsoda fedőztük? Jézusom.
soha nem gondoltam volna, hogy megtalálom az elveszett apukámat. Ja, köszönjük viszlát. Szépen, viszlát! Na hát figyelj, Blanka, nem kell kislányokkal bajlódni, már kész van, ügyvéd, érted? Én megoldottam. Azért nekem van egy lányom. Nem baj, hát nekem is. Lássa, most már látom. Na hát van valami közös bennünk. Lehet több is. Apa, ne hozz kellemetlen helyzetbe a doktornőt. Megszoktam már szerintem. Viszontlátásra. Viszlát. Nagyon köszönöm szépen. Gratulálok. Nagyon, nagyon köszönöm szépen. Igazán nincs mindent. Na, hogy elérzékenyüljön itt meg. Nem, dehogy is. Nagyon köszönöm szépen, úristen. Na, magatom szedje magát össze. Jó, oké, rendben. Adok egy borítékot közben, előléptetésre, írja alá a szerződését. Hát itt már semmit se szabad. Mert bármit szabad, csak halkabban visítson, mert púlvára ideges vagyok. Nem tudok halkabban visítani, mert ez az alapbeállít. Hangosabban persze, hogy tudom. Szeretné hallani, hogy hangosabban visítson. Hát attól függ, hány éves? 30. 17. Nem, akkor meg nem. Csak szeptemberig kell várni mindenkinek, amúgy nem találnak ki, hogy mennyi ember vár erre, hogy 18 legyek. Ja, én nagyon várom. Nem, nem három kérdés. Hát veszük szőkéne, és akkor még talán ötöt is kapunk. Egy dolog számít, érted? Én büszke vagyok rád. Ez sokat jelent. Tudod, mikor megismerkedtünk, és semmire kellő szaralak voltál, egy haszontalan naplopó. Ez nem változott azért sokat. Most megyek dolgozni. Vagy, mint jelen esetben bejött, elmesélt valamit. Oké, ez igaz, már visznek is ki, tisztet ki dolgozni. Volt az, ki tehát, volt az, ez, ki volt az. Működik a rendőrség az ön vezetésük alatt? Tehát ez az új rendőrség? Sőt, az meg a másik, hogy feketéknek is elhisztek mindent. Értem. Amúgy igen, feketék. Gyuri, már hagyd! Na most azért az ő szavuk ne legyen már ugyanaz, mint a két született. Se füle, se fart, ha oda menjünk lakni, lakot nejet kapni, ja. Ja, bo-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 ti, tarka, kisebbi, lelesett a farka, oda megyünk rakni, ahol a tejet kapni. Megkapjátok a mountainbike-ot.